Másfél évvel ezelőtt még rendkívül kedvezően alakult a foglalkoztatás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A koronavírus berobbanása előtt itt a keleti országhatár mellett is munkaerő hiány alakult ki. A járvány első és második hullámában aztán drasztikusabb visszaesés következett be, országszerte munkahelyek tízezrei szűntek meg az év második harmadában. Bodó Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár azt mondta, egy akkori közvéleménykutatás szerint az emberek az egészségük után leginkább amiatt aggódtak, hogy elveszítik állásukat, erre kellett megoldást találnia a kormánynak. A 25 éven aluli fiatalok és az alacsony iskolai végzettségek még jobban megszenvedték a járványt, ezért számukra még inkább kellett anyagi forrás biztosítani. És hát most pedig ott tartunk, hogy az önfoglalkoztatók, akik egyébként szintén óriási áldozatokat hoztak, számukra van egy egyszeri 219 000 forintos újraindítási támogatásra, szabad így fogalmaznom, amit a járási hivatalokon keresztül érhetnek el. Illetve van egy vállalatok, vállalkozások munkaerőtámogatása program, amikor 6 hónapon keresztül havonta 100 000 forint bérköltséget biztosítunk, és itt nem feltétel sem az iskolai végzettség, sem az életkor, mindenkinek, aki munkába tud állni, ha előtte legalább egy hónapig regisztrált álláskereső volt. Vagyis a célunk az, hogy az a 260 000 főnagyságrendileg, aki most regisztrált álláskereső, ez a létszám folyamatosan csökkenjen, ezek az emberek térjenek vissza a munkaerőpiacra. Az államtitkár hangsúlyozta, az elmaradottabb régiókban különösen fontos, hogy az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők számára képzések tegyék lehetővé az előrelépést. Mint mondta, az önkormányzatoknak és a vállalkozásoknak mindig előre kell gondolkodniuk és képezniük kell a munkavállalóikat, mert így egy-egy válságidőszak is könnyebben átvészelhető. A politikus szerint az állami felzárkóztató programok sokat segíthetnek abban, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is csökkenjen a közfoglalkoztatottak száma. A versenyszférában a foglalkoztatási ráta alacsonyabb, a munkanélküliségi ráta az átlagostól magasabb egy picit, ezért aztán ezeket a programokat ezekben a megyékben, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Békésben és Nógrádban is nagyobb intenzitással tudjuk támogatni, pontosabban nagyobb volumennel tudjuk támogatni. Vagyis itt, amikor programokat indítunk, akár az úgynevezett 6x100 000 forintos támogatás, vagy akár csak a nyári diákmunka is, ezekre a megyékre mindig jelentősebb összeget csoportosítunk. Közfogi kapcsán is ez a helyzet, közfoglalkoztatás kapcsán. Nyilván Vas megyében alig találnak néhány embert, aki közfoglalkoztatásba bevonható. Itt azért még sokkal nagyobb létszám áll ilyen szempontból rendelkezésre, akinek átmenetileg úgy alakult az élethelyzetük, hogy csak ebben tudnak dolgozni. Tehát ezekre a megyékre, ahogy említettem, nagyobb volumenben, nagyobb anyagi volumenben kell gondolnunk, amikor a támogatásokat felosztjuk. A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi felmérése szerint Magyarországon májusban már újra 4 600 000-en dolgoztak, amivel sikerült elérni a járvány előtti foglalkoztatási mutatót. A jelentés megmutatta, a versenyszférában 65 000-rel dolgoznak többen, mint egy évvel korábban, a közfoglalkoztatottak száma 4 000-rel, a külföldön dolgozóké pedig mintegy 17 000-rel csökkent.